Jó. Szeretettel köszöntöm a Nők a Nagyvilágban nézőit. Nagyon örülök annak, mert úgy érzékelem, meg a visszajelzésekből is azt látom, hogy aki néz minket, nagyon szereti ezt a sorozatot. És még jobban fogja szeretni, ha megismerkedik mai vendégemmel, Duncsák Krisztinával. Szervusz, Krisztina! Szervusz, és üdvözlöm a nézőket! Itt Magyarországon, amikor ez a beszélgetés készül, hát most éppen süt a nap, de reggel ilyen -4-5 fok volt. Áruljuk el rögtön, hogy te Portugáliában élsz. Ott most ilyenkor, február közepén milyen az idő? 18 fok, és a héten 20-21 is lesz. Ó, no, hát akkor rögtön vágyakozunk a te szép országodba. Szeretném, ha rólad is szó esne, és persze szeretném, ha Portugáliáról is, úgyhogy el is kezdjük a beszélgetést. Annyit tudok rólad, hogy Ukrajnából, Kárpátaljáról kerültél ki. Hát ez nem egy evidencia, tehát meséld el, hogy hol éltél Kárpátalján, és hát hogy vetted az irányt Portugália felé? Köszönöm a kérdést. Kárpátaljai vagyok, igen, és Ungváron születtem. Röviden az én kis életemről annyit, hogy trombita művészként dolgoztam, és ugye nevelkedtem is akár, 20 éven keresztül voltam ebben a szakmában, úgyhogy a magyar iskolában jártam, utána pedig következhetett ugye a szakközépiskola, majd pedig a Lembergi Zenei Akadémián tanultam, és ez alatt, az idő alatt édesanyám kiköltözött ide Portugáliában, közel 20-21 éve él itt Portugáliában, és az egyetem végezetével úgy döntöttem, hogy biztos, hogy külföldön szeretnék élni, mert abban az időben azért már több országban jártam, a zene által, a szimfonikus zenekar által, és mivel édesanyám itt élt, voltunk itt már Lisszabonban nála, úgy döntöttem, hogy megpróbálnám. Én nekem már akkor, igen. Igen, mert így jelzem neked, hogy lenne kérdésem, ugye, ha egy stúdióban ülnénk, könnyebben a szemvillanásomból érzékelnéd. Mert azon ne fussunk túl, hogy egy fiatal lány, egy kislány, miért éppen egy, számomra a trombita az egy férfiasabb hangszer. Tehát, hogy egy kislány miért éppen trombitán kezd el muzsikálni? Hát azt kell tudni, hogy az én személyiségem elég erős szerintem. Nagyon jól burkolom, azt szokták mondani, hogy elég nőies vagyok. Aha, hát rád kell nézni. Igen, de hát az iskolában volt egy fiú, egy osztálytársam, aki azt mondta, hogy ő trombitálni volt. Vagyis trombitálni fog. Én nem annyira kedveltem őt, és azt mondtam, hát ha te, akkor én is. És akkor így jött. És akkor ez volt az életed kezdetben, ugye egy szimfonikus zenekarban játszottál. Mennyire érezted otthonosan magad egy ilyen világban, a komoly zene világában? Hát azt kell tudni, hogy én Ukrajna első női trombitása vagyok, úgyhogy nagyon sok mindennel kellett ugye szembenéznem, és én úgy gondolom, hogy ahogy szokták is mondani, ami nem öl meg bennünket, az erősebbé tesz, és én ezt nagyon, tényleg ennek nagyon hálás vagyok, mert ugye én úgy gondolom, hogy mai napig is, ugye én ezeken így nagyon könnyen túl tudom gördülékenyen veszem ezeket ugye az akadályokat, és ezáltal így külföldön, ugye én már 15 éve élek Portugáliában, én úgy gondolom, hogy valahogy könnyebben bele tudtam így illeszkedni az országba is. Azért egészen nagy különbség az, amikor mondjuk, bár én Portugáliában még nem jártam, tehát mondhatnám azt, hogy a közelben már voltam, átrepültem Portugália felett, de még Portugáliában nem voltam. De hogy amikor elutazunk mi turisták valahova, és ott töltünk egy hetet, két hetet, az egészen más, mikor az ember valahova megérkezik egy bőröndel, két bőröndel, és akkor azt mondja, hogy na, itt fogok élni. Tehát téged az édesanyád élményei, tapasztalatai inspiráltak, a világlátás, tehát mi az, ami miatt, még az anyukád miatt plusz úgy döntöttél, hogy ott próbálsz szerencsét?
Én úgy gondolom, hogy a világlátásom miatt, mert abban az időben már jártunk Svájcban, Németországban, Ausztriában, és biztos voltam benne, hogy egy ilyen zenei, művészeti lélekkel, ugye hát én nem nagyon tudok ebbe a katonás életbe így, ugye beilleni, ezért úgy gondoltam, hogy nekem inkább közelebb áll például Spanyolország, Olaszország, vagy ugye Portugália. Egyáltalán nem voltam biztos, hogy én maradok. Már akkor ugye volt párom, és a férjemmel, ma már a férjemmel jöttem ki ide Portugáliába, úgyhogy mondjuk így, hogy én biztonságban is éreztem magam itt. Amikor, tehát arra is kíváncsi vagyok, még mielőtt Portugáliáról beszélnénk, hát az ember mégis, amikor azt mondja, hogy itt hagyom a szülőföldemet, itt hagyom az ismerős környezetet. Tehát voltak álmatlan éjszakáid, vagy volt valaki, ugye a párod akkor már megvolt, de rajta kívül a család, a rokonság, a barátok, akik próbáltak mondjuk visszatartani, vagy épp ők ösztönöztek arra, hogy indulj el. Hát azt kell tudni, hogy az én szüleimmel váltak, és ugye a nagymamám volt talán az, aki nyugodjon békében, aki nagyon közel állt hozzám, de ő is tudta, és én is tudtam azt, hogy ez egy nagyon jó lehetőség és lépés. Ezért fájó volt ugye a búcsúzás, de én mai napig is hálás vagyok ezért a támogatásért, ugye, amit tőle kaptam, hogy menj, próbáld meg, még fiatal vagy, nincsenek gyermekeid, úgyhogy miért is nem. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy jó döntés volt. Hát ugye az elmúlt évek ezt húzzák alá, és ezt igazolják. Jó, hát megérkeztetek Portugáliába. Milyenek voltak az első napok? Ott pontosan Lisszabonba érkeztetek, vagy hova? Erről ritkán szoktam beszélni, és szerintem nagyon jó ez a műsor arra, hogy ezt így elmondjam, hogy egy Köszönöm kicsikét szépen. mélyebben bele, igen, ássuk magunkat, hogy ezt kell tudni, hogy egy Ukrajnából érkező, legyen az kárpátai magyar vagy bárki, azért sokkal nehezebben indul el, mert hogy nekünk ugye nem vagyunk, vagyis vízumkötelesek vagyunk, azaz nem Európai Unió ország. Gáról beszélünk, ezért csak úgy tudtam kijönni ide Portugáliába, hogy a Coimbrai Egyetemre ugye befizettünk, hogy szeretnénk tanulni portugálul, ezáltal kaptunk egy vízum lehetőséget, hogy ugye kérelmezhettük, meg is kaptuk a vízumot, és így jöttünk ki Portugáliába, hogy a Coimbrai Egyetemen tanultunk egy évig, minden nap 4-5 órán keresztül, hétvégente pedig a fúvós zenekarba kerestünk egy kis pénzt, hogy kifizet mindent, ugye, amit csak lehet, és gyakran kérdezik azt tőlem, hogy hát persze neked könnyű volt, mert ugye édesanyád, ő itt van, és akkor biztos, hogy segített. Hát annyiban segített, hogy abban az időben ugye nem volt internet, és ugye hát valahogy el kellett juttatni a pénzt, amit mi összegyűjtöttünk magunk ugye fellépések által, és nem egy városban éltünk. Azaz csak is az angol tudásomra voltam ugye rá kényszerülve, és már tudtuk, hogy ki fogunk jönni, és előtte már otthon elkezdtünk magántanáról ugye tanulni a nyelvet, és egy picikét beszéltünk, de hát egy A2-es szintre ugye felvételiztünk. És akkor az első élmények, nyilván az egyetemen többnyire, akkor ezek szerint más országokból érkezettek, jártak arra a szakra, ahol ti tanultatok, és nem portugálok, gondolom. Igen. Például volt holland, ugye évfolyam társunk is, akit majd később meglátogattunk Hollandiában, úgyhogy nagyon jó kis barátságok szövődtek, sőt, az gyermekeim keresztanyja is az egyetemről, ismerjük őt például, így van. Milyen, ugye, milyennek képzelem én a portugálokat, hogy lazák, mosolygósak, könnyen, igazi mediterrán népség, tehát biztosan nyitott szívvel fogadnak minden, mondjuk így, idegent. Mi volt az első élmény, első tapasztalat? Teljes mértékben egyetértek ezzel. Ha? Hát Miért? nekem furcsa volt az például, hogy amikor az utcán végig sétálunk, akkor rám néznek és mosolyognak. És az elején egy kicsit úgy véltem, hogy ez miért mosolyog rám, mit akar tőlem, ugye?
De most már annyira felvettem ezt a ritmus, hogy automatikusan az én arc izmaim is már így rögtön mosolyra penderülnek, hogyha így mondhatom. Furcsa volt az is számomra például, hogyha beállok a pénztárnál a sorba, akkor egyszerűen elkezd velem beszélgetni, ugye szóba eledjünk, és akkor azon vettem így észre magam, hogy megint csak mit szeretne tőlem. És nem foglalkozik azzal, hogy egy idegen emberrel ugye elkezd társalogni. Ma már ezt természetesnek veszem, sőt, hogyha találkozunk ugye a látásunk, így egymásra nézünk, akkor akár én is elkezdhetem ezt a beszédet. Miért is nem? Tehát felvetted ezt a tempót, vagy alkalmazkodtál a helyhez. Az is fölmerül bennem kérdésként, ugye két fiatal, a párod és te mentetek ki. És az én korosztályom hajlamos azt gondolni, feltételezni, hogy hát egy párkapcsolat igazán az idegenben méretik meg, amikor egymásra utalva, amikor ketten vagytok. Tehát volt-e nehéz időszakotok egymással, egymás kapcsolatában? Hát ez nagyon jó kérdés. Én úgy gondolom, hogy nem, mert egy párt, így most már 20 éve együtt vagyunk, ebből 15 év házasság, egy párt főleg az erősíti meg, amikor vannak kihívások, célok, és amikor egyfelé nézünk, akkor nincs rá időnk arra, hogy mással foglalkozunk. Nem mint emberekkel, hanem dolgokkal. Hanem egyfelé nézünk, egyfelé támogatjuk egymást, hogy elérjük a célunkat. És akkor mégis, hogy amikor nehéz helyzet volt, volt-e például honvágyad, vagy a nevesítsük a férjedet, mi a keresztneve, hogy ne csak mindig párodról beszéljünk? Igen, mivel ő ukrán, ezért ukránul a Szerhi, de meg szoktam így könnyebbíteni, hogy Szerzs, mert az franciául mindenki tudja, hogy Szerzs. Ugye hát 25 évesen jöttem ki, szóval én már mondjuk így, hogy Ungvár után 7 évig ugye a Lembergi Akadémián tanultam, azaz én már elszakadtam itt 18 évesen, mondhatjuk, hogy a szülőföldemtől vagy a városomtól, azaz én már ehhez hozzászoktam. Nem volt ilyen nagyobb honvágyam, de az igaz, hogy én úgy gondolom, hogy aki külföldre utazik, biztos, hogy másnak más a véleménye, de a 3 év az, ami egy ilyen alap, hogy vagy túllendülsz ezen, vagy sem, de az első évében persze, hogy az ember még emlékszik ezekre a dolgokra, és egy év után mi, ahogy megkaptuk az első vízumot, haza is utaztunk, mert hogy valamennyire azért hiányzott, de utána már nem éreztem annyira, hogy ezt szeretnék visszautazni Magyarországra, vagyis Ungvára, vagy Ukrajnába. Nagyon Ukrajnába, külföldre Kárpát. találunk, igen. Nagyon-nagyon sok nyelvű család vagytok, majd erről is egy kicsit beszélünk. Ami mi hiányzott a szülőföldedről? Tehát amikor rátört a honvágy, akkor mi volt az a kézzelfogható hiány, ami szeretted volna, ha eszel, iszol, megölelsz egy barátot? Tehát mi hiányzott? Hát ez nagyon érdekes, mert hogy általában, ahogy Judit is mondtad, ugye, hogy tegeződhetünk, Igen, köszönöm, természetesen. hogy eszem, iszom, vagy barátok. Na szóval a gasztronómia része, ez szerintem mindenkinél nagyon fontos. És ugye hát például Portugáliában nem esznek tejfölt, ugye, ezek helyettesíthető dolgok, és legyen az Németország, Oroszország, bocsánat, Németország vagy Ausztria, ugyancsak előjön ez, hogy ilyen nagyon nemzeti vagyok, ilyen nemzetközi. Mindenhol vannak ilyen orosz, román boltok, ahol ezek a dolgok így beszerezhetők, úgyhogy első dolgunk volt, hogy felkerestük ezeket a boltokat, és akkor ettől kezdődően ugye ezek már így már nem volt kérdés. A második dolog, hogy barátok. A barátokkal általában ugye tartod a kapcsolatot, és akik igazi barátok, évek múltán szerintem meg is maradnak, a többi így lemorzsolódik, és az igazi barátok, vagy akivel szeretnék tartani a kapcsolatot, én úgy gondolom, hogy nem napi szinten fontos tartanod kapcsolatot, volt például olyan barátom, vagyis van mai napig is, aki fél év után rám ért, és azt mondta, hogy
beteg, ugye sajnos rákos volt most, és akkor, hogy szüksége lenne anyagi támogatásra, segítettem, hál' Istennek most már ezen túllendült, de ez az igazi barátság szerintem. Igen, ezt magam is így gondolom. Az egyetem után, ugye, hát ne szépítsük, ugye, otthon is, bárhol van az ember, enni kell, lakni kell, bár fűteni nálatok nem kell, tehát, hogy találtatok munkát? Könnyen találtatok-e munkát? Segítette valaki abban, hogy itt van két fiatal, ráadásul ugye nem is az unióból? Én úgy gondolom, hogy amikor külföldre megyünk, akkor nagyon nyitottnak kell lennünk minden téren. És attól kezdődően, hogyha például nem találunk munkát, nagyon sok fiatalnál, magyarnál, erről nehéz beszélni, mert hogy rögtön akkor egy ilyen skatujába tehetnek engem, mert hogy én ezt így gondolom, ugye? De én ezt így gondolom, hogyha nincs munkád, akkor elmész takarítani, elmész mosogatni. Hál' Istennek abban az időben nem volt erre szükségünk, mert amikor kimentünk, akkor ugye van egy kis pénzed, kb. Egy ilyen 4 hónapra volt, amit ugye, hogy az első időszakban, de utána meg valamit kell találnunk. Közben ugye tanulunk 4-5 órán keresztül, és akkor mi legyen a következő, mihez értünk hozzá, nyelvet nem tudunk, ugye az alap az az angol, de amikor elkezdesz egy nyelvet tanulni, akkor általában már a magyart, az angollal, a portugállal, bármilyen, ugye 6 nyelvű vagyok, már elkezdett kavarni, és ezek után már nagyon nehezen megy a kommunikáció. És én még abból a régi, ugye nem tudom, korosztályból vagyok, most 40 vagyok, úgyhogy ez Nagyon nem édes, tudom. hogy olyan szép fiatal nő ül itt velünk, és korosztályról beszélt, de Jó, de igen. 40, szóval igen, Igen, most igen, már. igen. Igen. A lényeg az, hogy én biztos vagyok benne, hogy a kommunikáció, amikor ugye nem lehet semmivel se helyettesíteni, mert hogy lehet, hogy amikor tolmácsolok és bekapcsolom a Google fordítót, de hogyha én megszólalok, annak sokkal nagyobb ereje van és súlya. És tudtam, hogy nagyon fontos megtanulnunk ugye a nyelvet, és erre tényleg nagyon odafigyeltünk. És akkor a lényeg az, hogy az egyetemnek itt Portugáliában, ugye minden egyetemnek van egy Tuna nevezetű zenekara, ahol hobbi szinten ugye zenélhetsz. Most nekünk fontos volt az, hogy ugye legyen hol gyakorolnunk, és még hogyha ennyire ilyen mesterfokozattal is ugye bejártam a fél világot, de én lementem arra a szintre, ahol tényleg ilyen hobbi zenészekkel ott néha ott játszottunk, mert ott tudtuk, hogy valahol azért el kell kezdeni. És akkor beszéltünk ugye a karmesterrel, hogy hát ilyen végzettségünk van, és jó lenne, ha valamilyen zenekarban, vagy valahol, hogy tudjunk, hogy a pénzt keresünk, mert hogy 4 hónap után valahogy ki kell fizetnem, akkoriban 15 évvel ezelőtt még a 250 eurós ugye, kis lakásunkat is, hogy valamit tenni. És akkor nagyon nagy szerencsénk volt, hát se autónk, se semmi, hogy azt mondta, hogy rendben, nekünk szükségünk lenne, és akkor ugye Portugáliában ugyanúgy, mint Németországban, nagyon nagy hagyománya van a fúvós zenekaroknak, és akkor hétvégente, szombat, vasárnaponként felléptünk, mivel ketten voltunk, ugye ketten kerestük ezt a pénzt, és tudtunk annyi pénzt keresni, hogy kifizettük ugye a lakásunkat, és akkor volt, hogy ugye főztem, és akkor hogy mit adjuk. Szóval nem egy elveszett lány voltál, hanem megfogtad a munka végét, meg ötleteltél. Az idegenvezetés hogy jött ötletként, illetve az már a babák születése, vagy a gyermek egy születése után jött az az ötlet, hogy idegenvezető legyél? Itt egy kis köztes részt szeretnék elmondani, hogy amikor ugye már megvolt a középfokú nyelvvizsgánk, ugye vízumunk is volt, ez alatt az idő alatt ugye a diplomáinkat, ugye a végzettségünket ezt hitelesítettük, ez is
elég sok pénzbe került akkor, annó, és felvettek minket Dél-Portugáliában, Algarve, a zeneiskolába dolgozni, azaz zenészként dolgoztam. Egy év után én úgy éreztem, hogy nekem Dél-Portugália, hát azt kell tudni, hogy gyönyörű, és mindenki a jó időjárás miatt, mert sokkal jobb, én ugye most Lisszabonban élek közel 13 éve, sokkal jobb az időjárás, meleg van, de hát partok, partok, szép, gyönyörű, de egy ilyen bohém élet után nekem az túl nyugodt volt ez az élet. És nagyon szerettem, vágyakoztam ugye a fővárosban, Lisszabonban, de abban az időben ugye már ott voltam, hogy már 7 éve együtt vagyunk ugye a férjemmel, jó lenne, ha jönnének a gyerekek is, mondtam, hát próbálj szerencsét, épp volt egy meghallgatás itt a Káskási, Lisszabontól nem messze, szimfonikus zenekarban, ahol a férjemet felvették, és én meg úgy voltam, akkor meg mennék gyesre. És mert hogy én mindent megtervezek az életemben. Ez lassan kiderül. Igen, és akkor ugye jött, hogy gyes, a férjem pedig dolgozott, már fent vagyunk Lisszabonban, és úgy éreztem, hogy nem fog ez működni, itt akkor egy gyerekkel jó, akkor jöjjön a második gyerek is, köztem még azért egyszer-kétszer felléptem, és ugye mivel a férjem már folyamatosan dolgozott, mint zenészként, akkor úgy voltam vele, hogy akkor néha nekem is csurran, csöppent, nem tudom, ilyen egy-két projekt, ahol szimfonikus zenekarban ugye esténként felléptünk. És hát amikor megvolt már a második gyermekem, és van egy kisfiam, aki most 9 éves, és egy kislányom, aki most 12, akkor úgy éreztem, hogy ez nem lesz jó, mert hogy édesanyámra vagy babysitterre kellett hagyni ugye a gyerekeket, és amikor vége van az előadások, általában ilyen 10-kor, fél Persze. 10-kor kezdődnek, éjfélkor ugye vége van, és 1 órakor érsz oda, vagy anyuházában, mert hogy anyu nem fog nálam aludni, vagy éppen a babysittert elengedett, és akkor a kereset és amit ugye beleteszünk ebbe, hát nem nagyon egyezett. És akkor rendben, találjunk ki valamit, már így 20 éve ez így elég volt nekem ez a zenei pálya. Nálunk a férjem inkább az, aki az az igazi zenész, én inkább ez a matematika, mindent megtanulok, és minden jól megy, és ott van, ahol kell. De hogy én mit szeretek? Én nagyon szeretek utazni, emberekkel ugye kommunikálni, és szerintem ez nekem sikerül. És akkor úgy gondoltam, hogy mi lenne, hogyha bemutatnám ugye Portugáliát magyar szemmel, mivel, mert hogy itt élek, hát ha valakit érdekel. Ugye ezt tanulni kell, de azt kell tudni, hogy az alap szak az szerintem a 20%-át adja, így már közel 10 év szakmai tudás után, ugye úgyhogy elkezdtem tanulni, és most engedéllyel rendelkező idegenvezető vagyok. Még egy picit a gyerekeknél maradjunk, hogy Portugáliában valószínűleg azért érdekel most ez különösen, mert éppen tegnap egy barátnőmmel beszélgettünk arról, hogy milyen Új-Zélandon a gyerekek, az óvoda, az iskola. Tehát Portugáliában egyrészt milyen volt gyesen lévő anyukának lenni, és aztán milyen ott az óvoda, milyen ott az iskola, mennyire szabad és kötetlen, vagy éppen mennyire az a németes szigor jellemző, ami nálunk van, tehát erről egy kicsit mesélj. A leggyakrabban feltett kérdés szerintem, aki külföldre szeretne költözni, úgyhogy nagyon hálás vagyok ezért, mert ezáltal akkor megmutathatom, hogy milyen is. Hát a gyes az úgy néz ki, hogy 4 hónap az alap, ugye, meg még húzhatod körülbelül egy ilyen 7-7 és fél hónapig, ez például szabadságra mész, vagy nem teljesen, 100%-osan kapod meg ugye a támogatást, és a lányommal én 1 évig voltam otthon, mert ugye hát egy anyukának azért nehéz elengedni első gyermek, majd a fiamnál már csak 10 hónap, mert láttam, hogy működik a bölcsöde, az egész ország működik, és mi van akkor, hogyha valaki egyedülálló anyja, tényleg 4 hónaposan ott hagyja, és megy dolgára. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a bölcsőde, az óvoda, legalábbis nekünk nagyon nagy szerencsénk volt,
Mi mindig is a belvárosban laktunk, itt Lisszabonban, ami a szempontból jó szerintem, hogy a belváros nagyon sok támogatást kap. Ugye legyen a szó, például szeretem ezt a szót, hogy az Avenida Liberdade, az nálunk az Andrássy út, vagy a Rua Augusta, az a Váci út. Szóval ugye ezeket rendbe kell tartani, és minden, ami ezzel jár. Úgyhogy nekünk nagyon jó állami támogatású bölcsődénk, iskoláink voltak, vannak mai napig. A gyerekek, persze hát nekik nem volt más tapasztalatuk, akkor úgy kérdezem, mert azért ez is sokat jelenthet, hogy szeretnek iskolába járni. Nagyon szeretnek iskolába járni, és én is, mint szülőként nagyon boldog vagyok. Az iskola rendszer az, amely ugye azzal fejeztem be, hogy milyen az iskola, és vagyis a bölcsőde és az óvoda, akkor az iskola rendszer az úgy működik, hogy 5 évesen egy ilyen nullás osztályba járnak, ahol tényleg csak a számokat, egy kicsit betűkkel, ugye megtanítják őket, de az iskolán belül működik ez a nullás osztály előkészítő, azaz már felkészülnek ahhoz, hogy nagyobb gyerekekkel fognak találkozni. Nem mindenki szereti ezt, van, aki ugye végig 6 éves koráig még az óviba járatja a gyermekét, de erre is van lehetőség. És nálam pedig ugye mind a ketten 5 évesen iskolába mentek ebbe az előkészítőbe, utána pedig következik az első osztály. Én úgy gondolom, hogyha így rövidre fognám a dolgot, hogy első 4 osztály az kicsit ilyen Waldorfos, szóval házi feladatot alig kapnak, körülbelül ilyen 2-3 hetente kapnak egy-két oldalt, mindent iskolában oldanak meg. Az általános iskola reggel 9-15-től kezdődik nálunk, elvehetem a gyereket például 4 órakor is iskolából, de hogyha még valamilyen foglalkozások, mint például dráma, zene, vagy ilyesmi, akkor még maradhat ugye 17-30-ig. De házi feladat az nincs. És általában mi ott is hagyjuk a gyerekeket, ugye, vagyis 17-30-ig, a kisebbiket, de van rá lehetőség arra is, hogy az a szülő, aki például dolgozik, reggel 8-ra beviheti az gyereket, ugye egy ilyen kis megőrző napközi, és este 7-ig elveheti. De természetesen ez bizonyítani kell, hogy például ő reggel 10-kor kezdi a munkát, mert a legtöbb ugye bolt az 10-kor nyit, gondolok itt például ruházati boltokra, természetesen aki irodában dolgozik, az 8-9, néha nem tudom, 7-re is járnak, de ez attól függ. És akkor nem hagyja ott reggel 8-tól 7-ig, sem erről, ugye, de van rá erre is lehetőség, ami szerintem nagyon jó. Hát ez nagyon jó. Igen. Krisztina, egy kicsit beszéljünk a hétköznapokról, hogy nem tudom, mennyire van ismereted arról, hogy akár Magyarországon, akár Ukrajnában az árak. Ezt azért kérdezem, mert valaki múltkor jelezte, hogy miért nem kérdezem meg, hogy mit tudom, mennyi egy kiló kenyér, vagy mennyi, nem tudom, egy kiló, nem tudom mi. Tehát, hogy nyilván erről nehéz, mert erről se lehet általánosságban beszélni, de mégiscsak, ha tudsz erre valamit mondani, hát nyilván tudsz, mert egy idegenvezető pláne tud, igaz? Igen. Nekem ez nagyon természetes kérdés, mert naponta ugye találkozok Magyarországról érkezőkkel, és a vendégemnek többsége ugye onnan érkezik Magyarországról, de a lényeg az, hogy egy reggeli nálunk például, mert hogy nem annyira szokásos dolog, mondjuk így, hogy otthon reggelizünk. Ez nem azt jelenti, hogy nem szoktunk, csak 3,74 euróig például van rá lehetőség. Ez a 4x4, ugye, hogyha beszorzunk, akkor mégis van. Általában akkor iszunk egy frissen facsart narancslevet, egy szendvicset és egy kávét. Csak hogy körülbelül. De van, hogy 3 euróért kapok egy kávét és egy szendvicset. A minimál bér, a bruttó itt Portugáliában 760 euró, de 14 havi fizetés van, egyet nyáron kapunk, ugye akár nyaralásra, egyet karácsonyra, télen. Mindenki, aki szerződéses alapon dolgozik, legyen az egy mosogató, akár egy kávézóban, étteremben. A közép, ugye, fizetés pedig egy banki dolgozó, egy általános tanár, 1200 euró nettót kap, és 14 havi fizetés,
Ezekre a fizetésekre még rájön egy kis kafetéria, ugye egy kis ebédpénz, ahogy én nevezem. Na most egy kiló egész csirke ára körülbelül 2,20 €, és erre szoktam mondani, hogy a zöldségjára szerintem eléggé drága egy Portugáliában. Például egy ilyen fél kiló kalifornia paprikát 2 euróért vettem. Szóval, hogyha belegondolunk, van ez az olasz paprika az is. Ha belegondolunk, hogy akkor most húst vagy zöldséget veszek, szóval majdnem egy árban van. A halfogyasztás ugye egész Európában a legtöbb itt Portugáliában, ezért például egy jó halat például már egy ilyen 5-6 euróért vehetek ugye egy kilót, de ha lazacról beszélünk, az attól függ, én általában leárazva szoktam venni, akkor ez ilyen 9-10 euró, hogyha nincs éppen leárazva, akkor pedig 13 euró per kiló egy lazac ára. Úgyhogy a kávé az pedig 70 cent, a kenyér az nehezebb, mert hogy itt ugye nem fél kilók vannak így, de körülbelül egy kenyeret ilyen, egy három Igen. dekás, igen, akkor egy 30 dekás, 30 elnézést, deka. az, igen, akkor már vehettek, ugye, mert itt gramban, meg kilóban mérünk, akkor körülbelül egy ilyen 70-80 centért, 1 euróért, ami ugye 400 forint, akkor már vehetek. Úgyhogy ilyen árak vannak. Akkor ugrom megint a témák között, hogy amikor Portugáliában kiderül, ugye most jön egy kérdés közbevetőleg, hogy te milyen nemzetiségűnek vallod magad? Mert Erre aztán is folytatom majd a gondoltam. kérdést, igen. Annak a nemzetiségnek vallom magam, amilyen nyelven álmodom. És amilyen nyelven veszekednek a gyerekeim, én úgy gondolom, annak a nemzetiségnek érzik magukat is. A gyerekeim egymás közt magyarul veszekednek, álmukban mindenféle nyelven beszélnek, de legtöbbször inkább ukrán meg magyar, mert a férjem ukrán, ugye, és akkor ők most tanulják az ötödik nyelvüket, és én pedig magyarul, úgyhogy csak is Magyar. magyarnak érzem magam. Akkor milyen, mit szólnak hozzá a környezetedben, amikor kiderül, hogy te magyar vagy? Tudnak róla Magyarországról bármit is? Természetesen, hát a foci miatt, ugye, Igen, Puskás, Puskás az az egész világom. Gutmann Béla, és ugye a Benfica stadionjában sajnos halt meg, most épp nem jut eszembe, de majd eszembe jut. De mindenki tudja biztos a nevét, egy fiatal focista, igen, és őróla is gyakran megemlékeznek. Úgyhogy igen. Úgyhogy ismerek. A bor, ugye a portói bor az nagyon híres itt Portugáliában, és hogyha azt mondom, hogy tokai bor, akkor azt is, Azt is tudják. igen, ezt is tudják, igen. Direkt nem a végére hagyom ezt a kérdést, és nagyon nem szeretnék erről hosszan, pláne nem politikai tartalommal beszélni, de hát egyszerűen nem tehetem meg, hogy nem teszem fel azt a kérdést, hogy ott messze, hogy látod, és hogy érzel az iránt, ami most Ukrajnában zajlik. Én úgy gondolom, hogy mivel nekem ugye édesapám Ukrajnában, Ungváron, a Kárpátalján, ott eléggé nyugodt a helyzet, igaz, hogy most nagyon gyakran kikapcsolták a villanyt, ami szerintem mindenkinek így pszichológiailag ugye nagy nyomás volt, sőt, egy hűtőt is kellett vennünk, mert hogy az is kiment így pár év után. De a lényeg az, hogy a férjemnek talán nehezebb, mert én annyira nem foglalkozom ezzel, mivel hogy nekem csak már édesapám van, akivel minden nap tartom a kapcsolatot, és támogatom maximálisan, de ő már ugye nem szeretne sehová sem menni, és ez érthető. De a férjemnek ugye a testvérei, ők Rovnóban élnek, ami körülbelül vonattal Lembertől olyan 4 óra, és hát ott sincsenek ilyen nagyon robbantások, bár a tévé adót azt még az elején ott ugye felrobbantották, és a repülőteret is. Én, mivel az ő a testvérnek a gyermekei
ugyanannyi, szóval ők is 12 évesek, mint az én Igen. lányom, ezért én átérzem azt, hogy néha felhívják a nagymamájukat, aki Olaszországban él, mert másodszor Olaszországban ment félre, ez az anyósom. Épp most találkoztunk 4 nappal ezelőtt vele. Akkor azért azt úgy átérzem, hogy azért hívja fel a gyerek, ugye anyósomat, mert hogy épp a folyosón ül, mert hogy sziréna van, és ilyenkor nekik, ugye, hogyha otthon vannak, és a szülők épp dolgoznak, ugye, akkor valahol el kell bújniuk, és hogy szórakozottabbak legyenek, és hogy ne engedjék be maguknak ezt az egész dolgot, ezért beszélgetnek nagyival. Szóval ezek a dolgok azért szerintem egy picikét igen, szomorú dolgok. Váltsunk. Ugye többször is elhangzott, hogy már nem te 6 nyelvű vagy, a gyermekeid meg 5 nyelvűek. Számoljuk össze, a magyar és ukrán evidens, a portugál evidens, gondolom az angol, és akkor Igen. mi van még? Ja, igen, az orosz, ugye, Mi az mert hogy oroszul? Ukrajnában mindenki beszél oroszul, és az olasz, mert hogy 2 éve elkezdtem tanulni olaszul, mert nagyon kedvelem anyósomnak, ugye a párját, akivel már szintén közel 17 éve együtt vannak, és szerettem volna kapcsolatot tartani vele és a családjával, és épp most voltunk Bolonyában, Veronában, mert 60 éves volt anyósom, és akkor egy ilyen közös utazás volt, és ott volt a család is, úgyhogy nagyon örülök ennek, hogy tudok kommunikálni. Ugye a portugál miatt könnyű volt megtanulnom. Beszéljünk egy kicsit a munkádról, ugye? Akár azért is, hogy ha valaki ezt hallgatja, akkor azt mondja, hogy ó, hát akkor elmegyek Portugáliába, megkeresem Krisztinát, és akkor mit szeretsz megmutatni Portugáliából? Mit tartasz fontosnak, hogyha valaki oda megy, akár Magyarországról, hogy úgy ne jöjjön haza, hogy nem látta mondjuk Lisszabon. Tudom, hogy arra a villamosra fel kell majd egyszer ülnöm, és akkor végig villamosozok, ezt az egyet tudom, de mi az, amit legfontosabbnak tartasz, és szereted is megmutatni? Judit, ha jössz Portugáliába, együtt fogunk végig villamosozni. Villamosozni. Jó, A rendben. követői már tudják, hogy én nem szeretek arra felülni, mert hogy Tényleg? az egyik vendégem azt mondta, csak hónajlakat látta, nem látok belőle semmit, úgyhogy Ez érdemes aranyos. tavasszal vagy későn ősszel jönni. Nyáron tele vannak, de együtt fogunk végig utazni rajta. Nekem nagyon fontos, hogy Portugália igazi arcát mutassam meg. Ugye a vendégek általában nem mindenki, van, aki bízik bennem, és azt mondja, hogy ugye vannak különböző túráim, hogy a főbb látnivalókat kell látni. Hát nekem már ugye egy 10 év után ez ilyen ki kell pipálni, igen, de én nagyon nagy hangsúlyt teszek arra, hogy ugyanígy elmondjam, hogy mennyi a minimálbér, hogy reggelizünk kávéban, hogy a portugál kedves, segítőkész, lassú, és néha, amikor szóba elegyedek valakivel, ugye portugállal, hogy kérek ezt és azt, mert hogy nem mindenki beszél nyelveket, akkor közben szoktam mondani, na most egy picit várjunk, mi is lassuljunk le az őszintükre, és ezt nagyon szeretik a vendégeim, hogy egy nap után ők is portugálnak érzik magukat, és általában ebből a rohanó ugye, életből 2-3 nap alatt annyira lelassulnak, hogy már vágyakoznak, hogy mikor jövünk vissza, és volt már nem egy olyan vendégem, hogy tényleg már elkezdte keresni a repjegyet, hogy mikor találkozunk legközelebb. Mi a kedvenc helyed Lisszabonban? Én nagyon szeretem a kis régi ugye, részeit, a történelmi részeit, mégpedig van egy olyan város rész, ami a legrégebbi része Lisszabonnak, az Alfama negyed. Alfama, ha csúfolni szeretnénk, akkor almafának, akkor így meg lehet jegyezni. Szóval az Alfama negyed, ez egy sikátoros város rész, ahol az igazi portugál nép él, és van egy olyan műfaj a portugálnak, hogy fádó. Ha elmegyünk Spanyolországba, vagy flamenco este, akkor nekünk pedig énekelnek vacsora közben, gitár kíséretében. És ugye ezek a dalok is a portugáliának, a népének a mindennapi életét, mint ilyen ballada formában ugye megéneklik, és ezért az igazi arcát láttuk Lisszabonnak. Szóval aki steril Svájchoz hasonló ugye, országot keres, én mindig azt mondom, hogy nem biztos, hogy ide kell jönni, mert hogy én néha megmondom őszintén,
Néha szomorú vagyok azáltal, hogyha nem valamit várunk ettől az országtól, és nem azt kapjuk, mert hogy ez személyiségtől függ. De általában, hál' Istennek, aki az én vendégem, ha így meghallgatják el ezt az interjút is, vagy ránéz az oldalamra, akkor önazonosul velem, és ugyanígy az emberek önazonosulnak az országgal is, és azért jönnek. Miközben beszélgetünk, hát azért nőből vagyok, alig tudom levenni a szemem erről a bluesról, hogy ez milyen nemzetiségnek a hímzése. Fogalmam sincs, itt vettem portugáljába, de nagyon szépen köszönöm. Szerintem ez a hímzés, hogy ilyen kicsit matyó, kicsit minden, ugye, vagy van benne valami ilyesmi, ez közel áll hozzám, és ezáltal is szeretném, ugye, nem tudom, a nézőmnek is azt mutatni, hogy egyek vagyunk. Kicsit lehet, hogy csapongok, mert szoktam mondani, ugye mi most találkozunk először, és hogy ez a beszélgetés valahogy úgy zajlik, ahhoz szoktam hasonlítani, hogy mondjuk egy repülőn véletlenül, egy hosszú repülőúton egymás mellé kerülünk, szimpatikusak vagyunk, egy nyelvet beszélünk, elkezdünk beszélgetni, tehát nincs egy ilyen koncepcióm, hogy A-ból B-be el fogok jutni a beszélgetés végére, mint ahogy egyébként én mindig nagyon hozzád hasonlóan nagyon alaposan felkészülök mondjuk egy-egy korhatártalanul beszélgetésre. De most az villant be kérdésként, hogy egy idegenvezetőnek mi az álma, hogy hova juss el a világban? Mert szeretsz utazni, utaztál is sokat, de miről álmodozol mondjuk, hogy fú, hát oda mindenképpen szeretnél? 43 országban jártam eddig, és az én álmom az, hogy a mostani alapokat úgy tegyem le, hogy 50 évesen, azaz 10 év múltán elinduljak egy egyéves világ körüli utazásra azokba az országokba, amerre még nem jártam. Ugye Dél-Amerika vagy Ázsia, én úgy gondolom, hogy ez egy időutazás. Azaz, hogy 3 hétre elutazunk oda, vagy 2 hétre, az nem Lisszabonba repülni. Szóval ezt így körbe szeretném utazni 1 év alatt. A leghosszabb idő, ugye, ami 10 nap volt, egy hátizsákkal, úgyhogy én már készülök erre mindenféleképpen. Na, de az nagy kérdés, mert egyes szám első szemében mondtad, hogy akkor ez egy olyan világ körüli út lesz, hogy egyedül mész, hogy az egész családot felnyalábolod. Igen, nem, a férjemmel ketten készülünk, és az a helyzet, hogy ő engem ebben támogat, és én vagyok az a kis motor, aki, hogy menjünk, 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 de teljes mértékben támogat is ő, sőt, 44 országban járt, én nem jártam még korábban, de ő munka miatt járt ott is. Úgyhogy a gyerekek azért az 50 év, mert hogy akkor a gyerekek már egyetemre mennek, remélhetőleg, vagy valamilyen tanulmány, ugye 18-19 évesek lesznek. Most már vannak ugye ingatlanjaink, amit ki szeretnénk adni, és akkor ebből lenne az az 1 év ilyen utazás. Ők pedig tanulnának, és gondolom, hogy nem Portugáliában, mert én szeretném, hogyha kicsit külföldre, hogy az ingatlanokat kiadhassuk. Igen, ez is egy szempont. Krisztina, mit szeretsz Portugáliában? Az időjárás. Én szeretem a gasztronómiáját is, mert van, akinek nem annyira jön be, mert hogy nem kedveli a halat. Én például igen, meg a tengeri herkentjüket is. Az embereket, az, amikor kimegyek az utcára, és ezt a könnyedséget, ami engem körülvesz, ez az energia az emberek által. Hát szerintem ez így megvan minden, mert ami körülvesz bennünket, ami a hasunkban van, ugye, és a nap, a víz, ugye, az pedig nagyon fontos szerintem. Hogy hozzáadja nem tudom, azt a boldogságot, ugye? Mert hogy elég szerintem ilyen boldog embernek tartom magam. Pont ezt akartam mondani, hogy egy nagyon dinamikus és nagyon-nagyon eleven, energikus hölgy van, vagy mosolyogsz, nyilván ezt azért az ember a külvilágnak általában ezt adja. Előfordul veled, hogy rossz kedvű vagy, és akkor mi segít, hogy újra jobb kedvű legyél? Mivel említettem, hogy én eléggé katonás vagyok, ezért szerintem van bennem egy olyan énem, olyan, mint a férfiakban, ugye, hogyha eszek,
rögtön jó a kedvem. Úgyhogy egy kis süti, és Portugáliának a leghíresebb süteménye, a pastel de nata, biztos, hogy hozzásegít a jó kedvemhez. Na, te vagy az én emberem, mert rám is vár most egy süti. Ugye megígértük, hogy nagyjából, bármi, ha úgy gondolod, van időnk egy kicsit beszélgetni. Van-e olyan, amire én most nem kérdeztem rá, de úgy mindenképpen szeretnél még róla beszélni? Tehát van-e olyan, amiről úgy mesélnél egy kicsit, vagy élményről, tapasztalásról? Hát az attól függ, hogy Portugáliáról legyen szó, vagy a kiköltözésről, hogy ugye én több lábon állok, négy lábam van, idegenvezető vagyok, de közel 4 éve esküvőszervezőként is dolgozom, és ez szintén ugye a vendégeim által jött, hogy hú, hát ilyen gyönyörű ez az ország, süt a nap, itt az óceánban homok, és akkor így jöttek ezek a kérések. Most ma már 2024-re is van esküvő foglalásunk. Azért beszélek többes számban, mert egy kis csapat van mögöttem, akik nagyon-nagyon hálás vagyok ezért, hogy már össze tudtam gyűjteni azokat az embereket magam köré, ugye, hogy segítenek ebben. A harmadik lábam az pedig, ugye, mivel van ilyen végzettségem, ugye a Coimbra Egyetem által, portugál órákat adok, ma már adtam egy portugál órát, és délután még lesz 4, mert hogy ma épp nem idegen vezetek, és ezért is van ez a kis lehetőség, hogy beszélgessünk. És a negyedik lábam pedig a kiköltözési tanácsadás. Kiköltözési tanácsadóként, mégpedig a pandémia alatt kezdtem el foglalkozni, mert a pandémia alatt nagyon sokat dolgoztam tanárként, ugye online, 33 órát adtam hetente, és közben ugye olyan országokat kerestek a magyarok, ahol nem annyira komolyan veszik például az oltást, vagy bármi ilyesmit. Gondolok itt például Olaszországban, mi volt, vagy Németországban, ugye? Portugália az az ország, ahol ilyen lojálisabbak, ugye, és ahogy amiről már beszéltünk, és hogy nagyon befogadóak. Ezért többen kérdezték, hogy akkor mi a helyzet Portugáliában, és hogy akkor hogy lehetne kiköltözni. Egyre többen jönnek Portugáliában, mivel a pandémia által szerintem a nomád, vagy az ilyen online munka sokkal gyakoribb lett, és így jött ez, hogy egy ilyen 45 perc alatt, ugye akkor milyen, hol kell kezdeni, adószám, egészségügyi, akkor így beszélgetek, és általában nagyon jók a visszajelzések, hogy tényleg nem kell fölösleges köröket futniuk, ugye, hanem kapnak egy ilyen indulópontot, hol kezdik. Fantasztikus nő vagy, tetszel nekem, nagyon Köszönöm szépen! kedvemre való vagy. Akkor legyen az utolsó kérdés az, hogy azt érzem, hogy te úgy nagyon jól megtaláltad a helyed a világban, és nagyon jól érzed magad, és valószínűleg a kis családod élete is kerek. Hogy álmodozol-e valamiről, tudjuk, egy éves világkörüli út az ott van, de hogy akár vállalkozásban, akár miről álmodozol-e? Hát nagyon szeretném, hogyha ez a vállalkozásom amíg a lábaim visznek, ugye, mert hogy vannak olyan napok, amikor 32 000 lépést is megteszek, hogy azért még egy ilyen 15-20 évig még ezt tudjam vinni, és hogy együtt öregedjem meg a férjemmel, mert tényleg amiről volt is szó, hogy a családunk így nagyon jól el vagyunk, és meg vagyunk, úgyhogy szerintem fontos, hogy amit csinálunk, az is jó legyen, de a háttér is, hogy ha otthon minden rendben van, akkor a többi is jól fog menni. Szóval szerintem a család és ami körülvesz bennünket, az nagyon fontos ahhoz, hogy csináljuk azt, amit szeretünk. Úgyhogy ez a két pillérje szerintem az én boldogságomnak. Hát akkor legyen ez így, és minél erősebbek legyenek ezek a pillérek. Én nagyon örültem a veled való beszélgetésnek, nagyon élveztem, és nyilván millió kérdés lehetett volna még, de talán azért mégis a nézők számára kialakult rólad egy kép a te világodról, gondolkodásodról, úgyhogy köszönöm neked.
A nézők meg jól szórakozhatnak azon, ahogy a Szentendrei napocska így körbeért, pedig annyira beállítottam, mint mindent, és helyére raktam, de nem baj, úgyis most leginkább rád figyeltek, és téged hallgattak, és téged néztek. Krisztina, köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Minden jót Én is kívánok köszönöm. neked!